egyre sűrűbben találkozhatunk országszerte az utakon, városokban zöld rendszámos autókkal. Ez pedig azt jelenti, hogy egyre közelebb kerülünk egy fenntarthatóbb jövőhöz. Itt Székesfehérváron ma 5 darab új elektromos töltőállomást adtak át. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben, tartsanak velünk! Egyszerűen és kényelmesen tölthetik fel elektromos járműveiket, akik itt élnek vagy erre utaznak. 5 új elektromos töltőállomást telepített Székesfehérvár forgalmas pontjaira az E.ON. A visegrádi országok közül hazánk áll a dobogó legfelső fokán. A magyarok ugyanis minden bizonnyal nyitottak egy fenntarthatóbb jövő elérésére. Hogy ez megvalósuljon, Fehérvár is a környezettudatos megoldásokra épít. Valahogy ez a város ebben az ezer évben, most már jóval több mint ezer évben mindig megtalálta az adott időszak kihívásaira a megfelelő válaszokat. És azt gondolom, hogy így van ez most is. Egy közösséget próbálunk építeni az élet minden területén, és nyilván e tekintetben a smart vagy okos megoldások vonatkozásában is van teendőnk, de vannak lehetőségeink is, amit szeretnénk jó értelembe véve kihasználni. Éppen tegnap a Titkok Házával, másfél évvel ezelőtt az Alba Innovárral, egy a tudásközponthoz, egy élménypedagógiához szükséges 2 központot tudtunk átadni. Mind a kettő azt gondolom, hogy nagyon fontos. Ebből az első, az Alba Innovár, az az első ilyen digitális élményközpont volt az országban, és nincs olyan város, ahol már 2 lenne, tegnap óta 2 ilyen működik már Székesfehérváron. De emellett szeretnénk hálózatba megvalósítani ezeket a fejlesztéseket, tehát nem egy-egy szigetszerű fejlesztésről van szó, hanem abban maradtunk 3 évvel ezelőtt, hogy próbálnánk ebből a rengeteg, a városokra szinte ömlő smart megoldás erdőből kiválasztani azt a 5-7-8 területet, ahol szeretnénk előre menni, viszont a szisztematikusan ezeket egymással összekapcsolva, és ami nagyon fontos, a partnereket megtalálva ehhez ezt megvalósítani, és ebben elképzelhetetlen, hogy egyébként a közlekedéssel ne foglalkozzunk, hiszen mint minden város életében Fehérváron is az egyik legnagyobb kihívás, nem elfelejtve, hogy körülbelül 32 000 ingázó munkavállaló jár nap mint nap Fehérvárra dolgozni, ebben nincsenek benne azok, akik egy-egy szolgáltatásért, vagy éppen mondjuk az iskolába járásokkal jönnek a városunkba. Nagy kihívás tehát a közlekedésnek a kérdése. Itt természetesen több területről érdemes beszélni. Az egyik a közösségi közlekedésnek a kérdése. Itt természetesen technológiában folyamatos a változás, folyamatos az erősödés, és nyilván nagy büszkeségünk, hogy ezen belül újra van buszgyártás Székesfehérváron. Szeretnénk elérni, hogy nyilván pályázati keretrendszeren belül és a jogszabályokat betartva, de adott esetben a jövőben az elektromos buszok is nagy számban meg tudjanak jelenni a város közösségi közlekedésében. Hálózatfejlesztés itt is fontos, és ugye nem szabad elfelejtkeznünk az intermodális csomópontról és központról, ami egyébként ezeket a közlekedési formákat pont összekapcsolni lesz majd hivatott. Az autók vonatkozásában is több partnerünk van. Az egyik az okos parkolási program, amit elindítottuk a Vodafone-nal közösen. Egyébként a visszajelzéseink nagyon jók. Az együttműködésünk a Waze-zel nagyon fontos. Ugye majd leegyszerűsítve szoktuk mondani, Waze a barátunk. Szándékosan fogalmazom így, mert talán a magyar népnyelvben most már ez így hangzik, és valóban nagy segítség, és nem csak Budapesten segítség a közlekedésbe, hanem már a megyejugú városokban is azt gondolom, hogy fontos, hogy ezeket használjuk, és felhívjuk ezeknek a használatára a figyelmet. És elérkeztünk az egyik legfontosabb területig, az e-autózásnak az elterjesztéséig, és ebben én szeretnék külön köszönetet mondani az E.ON-nak, nem csak a mai napért, nem csak azért, mert a töltőállomások vonatkozásával jelentős előrelépést tudunk elérni, hanem minden területen megvan ez az együttműködés, hiszen van egy e-flottánk, amiről igazgató úr is beszélt, időről időre beszámolunk ezeknek az eredményéről, és egy nagyon jó és nagyon előnyös konstrukció az, amit az E.ON biztosít az önkormányzatoknak. Én mindenkinek csak ajánlani tudom, ahol flottákban gondolkodnak. Mi is lassan indultunk el, de egyértelműen ez az út, és látszik, hogy ez a jövő, és ez az együttműködés azt gondolom, hogy nagyon célszerű, és valóban tegnap érkezett meg ennek egy új eszköze a Szabad Művelődés Házába, a helyi
akik tudják, hogy mely intézményről beszélünk, és amikor az intézményvezető tegnap egy e-mailben köszöni meg, és jelzi, hogy az emberek, az ott dolgozók is mennyire örülnek ennek, és mennyire jó ezt az autót használni, és milyen élmény egy ilyen elektromos járművet használni, akkor azt gondolom, hogy az E.ON-nak és az önkormányzatnak egyaránt egy fontos visszajelzés, hogy érdemes ebben az együttműködésben tovább gondolkodni. Mostantól újabb 5 helyszínen találkozhatunk a városban elektromos töltőállomással az E.ON és Székesfehérvár közös együttműködésének köszönhetően. Az Albarégia sportcsarnoknál elhelyezett egység egy villámtöltő, mellyel fél óra alatt 80%-osra tölthető fel egy elektromos autó akkumulátora. Az E.ON az állomások telepítésével az elektromos autózásra, környezettudatosságra ösztönzi a várost. A töltők használata ingyenes. Ez magáról a fenntarthatóságról szól, és a jövőről szól, a jövő nemzedékéről szól, és nagyon örülünk annak, hogy Székesfehérváron egy ilyen jó fogadtatása van. Hát ez persze köszönhető a város vezetésének, és a város vezetésének az egész kezdeményezésnek az élére állt. A város vezetése meglátta azt, hogy a fenntarthatóság egy életforma, a fenntarthatóságért tenni kell, és ha vannak megoldások, azokat a megoldásokat pedig meg kell honosítani. Hát az e-mobilitás is így indult el, most már 2 éve dolgozunk ezen együtt, és azt gondolom, hogy hát még sok tennivalónk van, mert az e-mobilitás azt gondolom, hogy egy élménnyel kell, hogy párosuljon. Ez nem egy olyan dolog, hogy föltöltöm az autót, továbbállok, hanem valamit jelentsen ez nekem. Ahogy az egész fenntarthatóság is, ha nem egy élmény, ezt nem lehet úgy csinálni, hogy meggyőződés nélkül. Hát én nagyon megdöbbentem, ugyanis a vállalatcsoportunk egy felmérés készített az elmúlt év végén, 7 európai országban, köztük Közép-Európában is, Csehország, Magyarország, Románia területén egy 1000 fős mintát megkérdezett arról, hogy mennyire hajlandóak az emberek változtatni szokásaikon a fenntarthatóság, a bolygónk védelme érdekében. És hát Magyarország végzett az első helyen, még Svédországot is megelőzve, hát ez megdöbbentett. És akkor egy másik számot is láttam, ami egy kicsit meg is nyugtatott, ugyanis az elmúlt évben Magyarországon 1300 elektromos autót helyeztek forgalomban. Na most a visegrádi országokhoz, ahogy említettem, mindig mérjük magunkat, és ez az 1300-as szám, ez pont duplája egy 50 milliós Lengyelországnak, egy duplája egy hasonló méretű, de mindig azt gondoljuk, hogy egy fejlettebb Csehországnak, és hát a többi ország pedig sereghajtó hozzánk képest. Ez nekem azt jelenti, hogy jó úton járunk, és a magyarok gondolkodása is azt gondolom, hogy a helyén van, és a tenni akarásuk is. A szám az önmagáért beszél, 1300. Mi lehet itt majd az elkövetkező években, ha már most ennyi ilyen autóval találkozhatunk az utakon? Én nagyon remélem, hogy ez dinamikusan fog növekedni. Hát ennek ugye 2 feltétele van. 2 kihívásnak kell megfelelni. Egyrészt, hogy elérhető áron legyen. Én azt gondolom, hogy a kormányzat ezért tesz, mert támogatja pénzügyileg ezen autók megvásárlását. A másik pedig, hogy legyen egy olyan infrastruktúra, ami mindig rendelkezésre áll, és hát egy élményt ad a töltésben. Tehát ne legyen egy olyan élménye az embernek, mint ami nekem volt például a 2 ünnep között, hogy az elektromos autómat Budapesten 3 töltőhelyből 3 helyen nem tudtam tölteni. És előjött egy olyan déjà vu érzésem is, vagy egy meglátás, ami a fiatal koromhoz kapcsolódik. Az egyik töltőre ki volt írva, hogy üzemen kívül. Ez a liftnél volt mondjuk 30 évvel ezelőtt. Tehát ezt el kellene kerülni mindenképpen, és hát a vállalatom, a munkatársaim azon dolgoznak, hogy egy élményszolgáltatóvá váljunk az e-mobilitás terén. Ezzel együtt most már közel 20 töltő van a városban, és ez folyamatosan nőni fog, akár magánberuházásban, a különböző kereskedelmi egységek parkolóiba, akár pedig az önkormányzat, az állam, illetve az E.ON együttműködésében. Én bízom benne, hogy ezt tovább tudjuk folytatni, és ezzel is segíteni tudjuk azokat, akik gondolkodnak abban, hogy autójukat zöld autóra, elektromos autóra váltják. Emellett ugye ingyen parkolási lehetőséget biztosítunk, és magának a városnak is most már egy szépen gyarapodó flottája van. Van olyan autó, amit megvásároltunk, és van olyan autó, amit úgymond bérlünk az E.ON-tól egy kedvező konstrukcióba. Ebben vannak szállító eszközök, és vannak személygépkocsik egyaránt. Ezen is szeretnénk a jövőben még bővíteni. Egyébként valamennyi megyejogú város most kapott éppen 30 millió forintot az államtól, hogy ilyen autókat beszerezzen. Támogatói okirat is napokban érkezett meg, úgyhogy ezt is természetesen autóbeszerzésre
beruházásra fogjuk fordítani. Mennyire nyitottak egyébként, ha lehet ilyet kérdezni, a fehérváriak? Most már jóval több mint 100 elektromos autó van a városban, és azt láttuk az előző két évben, hogy rohamosan bővül a számuk, növekszik a számuk, és biztos vagyok benne, hogy a töltő infrastruktúra javulásával ez tovább fog erősödni. A fenntarthatóságért folytatott közös munka az energiaszolgáltató cég és a város között nem ma kezdődött. Egy éve adták át Fehérvár első elektromos autókból álló flottájának kulcsait Cserpalkovics Andrásnak, Székesfehérvár polgármesterének. Az e-flotta szolgáltatás keretében két elektromos autó és két kis teherautó segíti a városi intézmények munkatársainak napi tevékenységét. Korábban szintén a városban telepítette az energiavállalat az első e-töltőállomását, amelyet az E.ON székesfehérvári üzemének munkatársai teszteltek és használnak azóta is mindennapi munkájuk során. Az elektromos autók használatával jelentősen csökken az üvegházhatású gáz kibocsátása, a szállópor koncentrációja és egyéb légszennyezés, illetve a zajterhelés is. Székesfehérváron már több mint 100 elektromos gépjárművel találkozhatunk. Az öt új helyszínen, a Horváth István utcában, a Mátyás Király körúton, a József Attila utcában és a Rácz utcában, valamint itt az Alba Régia sportcsarnok parkolójában bárki számára elérhetőek az energiacég által telepített elektromos töltők. Ez volt már az esti mérleg, remélem, hogy tudtunk hasznos, érdekes információkkal szolgálni nézőinknek, tartsanak velünk legközelebb is, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!